Valamiért nincs kameraképem. Na, itt vagyok. De visszatértem. Jó, jó. Oksa. Biztosítéktábla úgy gondolta, hogy le kell oldani. Azon gondolkodunk, Dama, hogy milyen munkafolyamatot csinálunk, ez a vége. Már szerintem nagyon nem tudunk. Mert mindent megcsináltunk már. Ami úgy látványos. Szerintem. Na most megyünk a kőbányába. Van, aki az olajnál van. Nem fagyott meg teljesen a víz, de mondjuk úgy, hogy hátjás a teteje. Kikérj jégkását, olcsón aladó. Tegyél hozzá egy kis narancsszörpöt is. Még a fűtést is bekapcsoltam a trakiba. Fázik az ülepem. Nagyon sikerült a kameraképet valahogy visszavarázsolnom. A legjobb, de bocsi érte. Na szóval akkor, mit évőek legyünk? Nagyon nincs ötletem. Hát akkor ez nem tartott 5 napig se ez a kártya. Mármint hogy 5 napig? Hát már ugye voltak, akik azt mondták, ó, ez a térkép csak 5 napig játszhat, utána úgyis kijátszod. Jaja. Hát nem, ez nem a kijátszás, ez most nem arról szól. Nem, tudom, amikor ezt te elkezded felépíteni magadnak, ez nem, hova mész? Ez nem 5 nap. Kicsoda? Hova mész, Dama? Te mész a uraltó út kocsiba? Persze. Nem jó, hely. Még egy arrébb kellett volna. Kőbányához? Az is oda vezet. Hát jó. Ő is le akar menni ott az hegy oldalon, ahol én borítottam. Ez is oda vezet. Nem? Vagy tévedek? De. Csak itt van dagonya, amiben bele tudok menni, ami jeges. Te ilyen ínyenc vagy, értem. Persze, hát mutassuk meg a tájnak a szépségét. Azt hittem nem jó helyre mész. Nem. Figyelj, úgy persze, hogy kijátszott 5 nap alatt, hogyha bemodolsz magadnak így végtelen pénzt, és akkor azt csinálsz, amit szeretnél. Tehát úgy persze, hogy kijátszható, de van egy jó hírem. Ott a 40x40-es pályát is kijátszott 5 nap alatt. Hát persze. Érted? Így van, persze. 50 méteres vetőgéppel, meg kombájnak. Ahogyne. De ugye ott nem kell dolgozni a földért, hanem bemodolod magadnak az összes földet. De itt azt írja úgy Perec, hogy január, február, márciusban áll meg a hó csak. Hogy át kéne pörgetni következőre, januárra. Aha. Na. Esetleg valami összefoglalót így a mai napból. Vagy ez majd így a vége fele? Hát tőlem lehet most is megcsinál az összefoglalót. De szerintem akik itt voltak és végigkövették az egészet, ők szerintem ugyanazt el tudják mondani, hogy ezen nincs mit összefoglalni. Meg konkrétan ez a térkép önmagáért beszél. Tehát elmond mindent. Az, hogy most kinek mi a fantáziája, és ezen a térképen mit valósít meg, az már az emberen múlik. Mert nem arról van szó, hogy be vagy korlátozva ezen a térképen, hogy na, ez idefér, az odafér, az amodafér, ezt itt csinálod, úgy csinálod, amúgy csinálod. Hanem ahogy mondta... Várjál, állj meg, Dama, gyere! Tessé. Gyere föl. De ez itt mutatja, hogy telik. De hogy lehet felugrani? Én láttam, hogy mozgott a plac benne. Nem bírok felugrani. Menj már föl!
Domon már kőfürdőt vett. Hát igen, mert én úgy látom, hogy ott abban a részben mozog a plac, ahogy ürített kifele. Álljál oda a traktorral akkor? Valaki. Gyuri bácsi, előrébb hozod a traktort, kérlek. Várjál, jövök. Jó. Ugyanúgy, mint a farmsilónál R betűvel tudod kiüríteni. Nézzétek, hogy fogy belül... Nem fél alá. Nem, az uralt előrébb kellene vinni. Ja. Gyuri bácsi, megoldja. Jó, persze. Janifa ter mondja, hogy a kőbányában nagyon fanatik lenne, hogyha a homlokrakodóval lehetne. Indítom. De az meg FPS problémát okoz. Hát annyira nem, de... Nem mozog, Dex. Nem mozog? Nem. Csak megjelenik rajta a kő, ennyi. Ja, úgy láttam, mint hogyha mozgott volna, meglepődtem. Nekem olyan volt, mint hogy hülyet volna. De amúgy ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, Janifa ter. Ide jössz, átöltesz magadnak annyi követ, amennyit szeretnél, és folyamatosan ide kipakolod, és lehet homlokrakodóval rakni. Erre is van megoldás. Jaj, a kontrollével kipakolja. Igen. Szépen ide csinálsz magadnak egy kőrakást, amennyit szeretnél, és innen mindig viszed. Akkor kell a Volvo is. Akkor kell a Volvo is. Ennyi kő volt benne? Igen. Igen, ennyi. Hát gondolom van egy, ugye mivel nem pörgettem az időt, hanem átírtam, ezért ő nem foglal, nem úgy, mint hogy eltelt volna az idő. Igen. Itt toljad neki, Damaszkin, itt toljad neki most. Itt tolom neki, de ez gyök 2-3-mal megy. Szólóban is lassabban megy föl, mint hát pótkocsival meg főleg. A pótkocsival lehet fel se fog jönni. De azért, mert már finomítottam rajta a feljárón. Fölmegy. Dex, toljad már hátulról, baszki. Nem de kell. Tolom. Várjál majd szemből. Nem pont bírom. Ez a lényege. Nem bírom. Na, szóval, ezen a térkép, ez ahogy Ronan is nagyon sokszor mondta, itt rá van bízva az emberre, hogy mit tud alkotni belőle. Tehát az, aki ebbe a térkébe 5 napot lát, annak annyi is a fantáziája. Mert én itt... De jó megfogalmazás ez. Én itt nagyon, nagyon sok mindent látok benne. Ugye van az a hely, ahol megszólal a zene. Tehát oda, ugye Dex azt mondta, hogy oda gondolta a szőlőst. Hát, én például oda felépítenék egy hatalmas nagy tehenészetet. Mert ott a még, kapu... Még extrába? Még extrába. És nagyon egyszerűen, mert ott a kapu. Tehát kaptál egy bejáratot, amivel nem kell foglalkoznod, és amikor építesz magadnak egy farmot, az első arculatot a legnehezebb megtervezni. És itt olyanok vannak, hogy vagy a régi épületet, ahol van a tehenészet, meg van a disznó. Tehát ott van egy akkora terület, még valaki azt mondja, hogy ő nem így szeretné megcsinálni, hanem fog és lepucolja, de ott marad a kerítés. Tehát van egy autentikus környezeted, vagy ott vannak az épületek. Érted? Nagyon sok mindent bele lehet építeni. Tehát megadja a pálya. Nem nagy pálya, de tér van benne. Tehát nem vesz el feleslegesen a területből, város. Nézd meg egy alaptérképet. A térképnek a 20-25%-át elveszi egy város, ami relatíve használhatatlan számodra. Tehát ebből a térképből, most hasonlítésszerűen, maximum, hogy a 10%-ot veszel a város. De az meg megadja az ízét az egésznek, hogy bemész oda, és akkor jön a vonat, várnod kell a sorompóra, le kell menni, több irányból lehet megközelíteni, mint ahogy mondta Dex, hogy rossz irányba megyek. Mondtam neki, hogy nem, innen is el lehet menni. Nincs egy útvonal. Tehát minden megközelíthető mindenhonnan. Ezek a kis földek közötti utak. Ezek iszonyatosan jók, tudod, hogy ilyen kicsit dimbes, dombos, lankás. Az, hogy most ugye modellezésügyileg nem lehet még megcsinálni azt, hogy ott sá legyen csak ez, az például tök jó, hogyha belemész abba, akkor össze-vissza dobál téged. Mert így éred el azt, hogy ne lehessen full gázzal belemenni.
A dimbes domboságok. Érted? Kimész a szántóföldre, itt repeszthetsz 60-nal, de úgy fogja dobálni, hogy egy idő múlva elmegy tőle a kedved. Tehát az, hogy lassan mész, nem kell rohannod. Úgyhogy az, hogy pluszban még FPS-t tud adni neked a játék, az szerintem egy hatalmas nagy pozitívum. Tehát az, hogy most milyen elemeknek milyen a grafikai felbontása, lehetünk nyugodtan itt pixel huszárok, de az nem segít a játékon. Tehát az, hogy most a fának ki van rajzolva minden egyes levele, és milyen szépen susog át körülötte, hogy benne a szél, és az milyen jó, persze. Csak éppenséggel nem erről szól ez a játék, szerintem. Tehát ezek olyan dolgok, úgymond, aminek benne kell lenni, az benne van. Amiknek csicsomásnak kell lenni, az csicsomás, viszont minden más, hogy ott legyen egy fa, az ott van a fa, az kész. Tehát én úgy gondolom, és úgy tudom értékelni ezt a térképet, hogy az egy odafigyeléssel és különböző igényeket figyelembe véve készült ez a térkép. Tehát nem csak az, hogy nekem így tetszik, tehát én nem azt látom benne, hogy nekem így tetszik, ezért van így, hanem át van gondolva, hogy mi adhat élményt. Érted? Gondolt arra az alkotója, hogy mit fog érezni az, aki letölti ezt a térképet és elkezdi játszani. Tehát nem egy önös érdek van benne. Hogy na, hát ezt én így gondoltam, ez nekem így tetszik, és akkor játszok vele. Iszonyatosan nagy potenciál van a térképben, sok mindent lehet rajta játszani. Itt akár azt mondom, hogy a pálya szélén akár fel tudsz építeni magadnak egy gyárat is. Nagyon sok gyármod van, és lehet. Ekkora földterületeknél én biztosan például kipróbálnék különbözőféle malom megoldásokat, egyéb ilyesmit. Amit még esetleg én pozitívban hozzá tudnék tenni, csak kérdés, hogy mennyire megoldható, ezek a területek. Én lehet, hogy behoznám a lucernát. Más térképben már létezik, nem tudom, hogy mennyire megoldható, ez nagyon-nagyon hozzá kell tenni, hogy nem mindegy, hogy mennyire megoldható. Mert itt lehet nyugodtan mondani orba szájba az ötleteket, de ennyi az ötletet kimondani, és ez sokkal az extra másabb. Kultúra, ez már felmerült egyébként, kérdésként. Csak ugye, na mondjad Dex nyugodtan. Ugye már ez úgy mondva sok minden van a mapba. És ugye minden egyes alkatrésznek, minden egyes fának egy ID száma van. Na most nehéz a növényt már berakni a következő idészámra, de ha én nem is, akkor van ismerettségem, akivel szerintem összefogva meg tudjuk oldani, hogy esetleg a lucerna bekerüljön. De most én ilyen komlót, meg marihónaiját, mint ahogy más multifunkciós mapban láttam, tehát én ilyesmire nem gondoltam. A lucernát azt jó ötletnek tartom. A lucernát azt elmondom, hogy én miért gondoltam. Az jó ötlet, csak mire használod fel lucernát? Takarmányozás. Beadni az állatokat. Állattartás, igen. Akkor be kell írni. De az nem tart sokáig. Mivel mód így be lehet írni. Tehát annyi, az nem tart sem eddig. Igen. Tehát nem igen. Kötött. Tehát csúnyán igen. Fogalmazva, én még lehet, hogy azt is megcsinálnám, de ez én vagyok, és ez megint az a helyzet, hogy ez a saját szájam ízére tervezett történet. Ugye nagyon sok, ahogy nézegettem az épületeket, ahogy mondtad, ugye az fixen oda le van téve. Uh-huh. Ugye a térkép része. Valamit lehet, hogyha nem tudom, mert ezt meg kell nézni, mert ez nem. Lucerna helyettesítheti a füvet. Igen, amúgy. Azzal nyugodtan lehetne. Ezt a multikulturálisat nem. Tehát a cukorép, a krumpli bőven elég. Az, ami Magyarországon is megvan. Tehát itt nem... Csak egyszerűen a lucernát az állattartás miatt, mert ide egy nagyon-nagyon jó állattartó telepet is fel lehetne építeni. Tehenészetet mellé ugye, és akkor a földeket lehet szórni hígtrágyával, lehet szórni folyékony trágyával, mint amúgy, ahogy mostanában egyre divatosabb is, és használják. Igen. Stb. Ez a lucerna az nem rossz ötlet, ugye? Ez... Annyi. Semmi. Hát ott ugyanaz lenne, mint a fű. Hát figyelj, én nem terveztem újabb update-et kiadni a mapra.
Addig még a sár be nem jön, várj, hogy mondjam el, addig még a sárt valaki meg nem csinálja. Tehát, de ha valaki megcsinálná a sarat, most tök mindegy, hogy külföldi vagy magyar, én örülnék neki, ha magyar személy csinálná meg. A Franki srácban elég sok reményem van, ő már neki kezdett tudtommal, de vannak részek, amelyeket eddig még nem tudott megoldani. Mondjuk úgy, hogy 50%-ba megvan. Aztán nem tudom, hogy azóta hogy van, erről ő tudna nyilatkozni, majd papin keresztül meg fogom kérdezni. De ha meg lesz a sár, akkor az ilyen tározóknak a nyithatóságát ott a csávázó mellett, amit felvetettetek, meg a lucernát, ezt biztos, hogy meg fogom oldani a sárral együtt. Én addig nem terveztem, tehát most azért, mert hogy belerakom a lucernát, most adjak ki egy újabb update-et, és aki eddig, mit tudom én most, nem akarok sokat mondjuk, 20 órát játszottam appon, akkor ugrik neki a mentés. Na, nem is következő a téma. Próbáljuk ki, légy szíves, vegyetek egy olyan uralt, ami autólódos fa szállításra alkalmas. Jó? Gyertek, mert már borítottam ki fát, úgyhogy nézzük meg, hogy az működik-e. Oké. És akár a fa feldolgozást is tudjuk tesztelni. Uh-huh. Az eladás az biztos megy, mert azt kipróbáltam. Az nem baj, azt nézzük meg. Azért mondom, hogy én... Vágják még ki több fát, vagy elég egy egyenlőre teszt alkalmával? Vághatott így kifele. Buktassuk kifelé őket. Sokat nem, mert everybody lagi. Tehát a gyári fának van egy ilyen problémája, hogyha sok van kivágva, akkor az lagot okoz. Múltkor másfél millió litert vágtunk ki. Legalábbis nálam. Merről vágtad, János? Gyere az út végén, kifele a fűfele. A fűfelől kezdted. Nem tudom, hogy mennyi méterre vágom. 10 méteresre körülbelül. Nincs nálam centi, bocsi. Hajszál pontosan 10 méter, jó? Ja, már kettőt le is fektettél. De előtte le kellett volna gajjazni. Dama nem ott van, hanem a másik oldalán a beöntő. Nem mondod? De? Olyat mondjatok, amit nem tudok. Csak perpillanat, érted, amit nem tudok, az, hogy honnan menjek oda. Mert hogyha nincsen rajtam szerelvény, akkor könnyű, mert akkor csak oda tolatok. De nekem oldalról kell adni. Tehát ez megint egy olyan dolog, amit hát, ki kell találni. Erről a gyomírtő felől menjél, és akkor azt az oldali billentést vedd, és utána már vissza tudsz fordulni. Hát megoldottam, csak elmatek voltam. Na, gondoltam amúgy... rá egyébként, hogy arrébb rakom a mész gyártót, hogy könnyebb legyen látod ráfordulni. Látod a Dolfot? Úgy ment, hogy... De hagyj kínlódjanak vele, tehát... Én már csak azért se raktam arrébb. Hát voltam ilyen macsok. Megengedi, feldobja. Nincs ez a földhöz, valaki hozzáférésem. Valaki az akkor olyan szállítójárművet? Mindjárt. Rendben. Én szerintem autólóados. Arra vagyok kíváncsi igazából. Én úgy tudom, hogy autólóados. Legalábbis 19-ben az volt. Vigyázz, dől a fa. Szóval, amiket én mondtam neked, ezek már megint csak a saját fantáziámból adódó dolgok. Legaljazod? Hát, amúgy miért nem vittetek ki gépet hozzá? Van pénz bőven. Minek? Én imádom azokat a gépeket. Ja, a ponszét. Ami vágja, tudod, darabolja. Ponszet. Hát nem tudom legaljazni, hogy kell ezt? Dehogy nem, hát nézd már, így fölállsz rá, letartod és ahol nézd be. Hát ad. Felállsz rá és a láncfűrész tartsd magad elé, azt nyomjad egyfolytába. Azt csak mennyi előre. Ugye, hogy viszi? És a végét meg vágd le. A végnyát.
Hop. Ja, az erős ember mód nincs bent. De bent van. Bent van? Persze. Már akkor össze tudjuk rakni egy kupacba, hogy ne kelljen annyit szaladgálni vele. Nézd csak, szupererőt szeretnél? Úúúú. Nem, várja, mert nem jelentkeztem be admin módba, várja. Az nekem be kell jelentkezni admin módba. Bakker, csak tudnom, kéne a jelszót. Nem bírom megfogni. Mert, ja, de. Mert még nem aktiváltam be. Be kell jelentkeznem admin módba. 6,7 méter hosszú. Amit vágtál, János. Kiírja. Fenyő 6,7 méter hosszú. Úgyhogy az jó lesz az uralra. Ha? Mert akkor összepakoljuk egy helyre, és akkor... Ugorj a fa mögé, mert ez jön, mint az állat. Ujjjjjjjjj. Nagy elüssön. Ujj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 j
Na, autólovados? Nem. Nem? Nem. Nem akarja felszedni. Hát de írja, hogy izé. Nem, nem írja az autólovadot sem. Nem, akkor nem rakta bele, basszus. Jó, mi aha. Van, ha az korra, ha automód specifikáció, hogy mi a franc hiányzik hozzá, az a mod, tudod a nem, szerverről. Nem, az nem? Az nem. Az nem. Akkor kézzel kéne fődobálni. Vagy kell egy chipvesz. Na már fő tudtad emelni? Ja, már aktiválódva lett. Igen, aktiváltam. Vigyázz! Hoppa. Látod, hogy dobog a fa? Igen, mert bent van a textúrájában az eleje. Itt hátra. Tudom, nincsen. De, benne van. Benne van még az írva a sofőrfülkébe is. Erdészet, erdészet, erdészet. Majd kinyomja a szemem. Itt se erdészeti pót. Most jó. Nincs bent farönkszállító pótkocsi. Az gáz. Jó. Jó. Akkor sajnos a srác nem hozta át a autólovadot vele. Azt meg lehet csinálni másképp is. Persze, egyébként van Flieg pótkocsi, amelyik autólovados rendszállító. Ujj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 
csináltam. Na. Sose gondoltam, hogy én fát fogok pakolni. Ugye? De Adolf meg azt nem gondolt, hogy már ma fát fog szállítani. Akar, igen. Ez nélkül. Hoppá. Most a láncfűrészektől zajong a erdő. Úgy. Ráborul a fa azére, kocsira, majdnem. Dehogy borul. János, másfél millió liter fát szedtünk ki múltkor. Másfél millió liter fát szedtünk ki múltkor. Van tapasztalata az erdészetben.
Az szép. Másfél millió liter. Igen, de múltkor előtettünk 3000, talán 3000 facsemetét ültettünk el. Hello! Ezt kifogta meg. Ezt kifogta meg. Valamelyik lendületbe jött. 19-ben milyen jó volt az a plac, amit leraktál, és akkor azon folyton nőtt a fa. Leraktad, kivágtad, és újra kinőtt a fa, nem kellett ültetni. Habár mondjuk egy munkával kevesebb volt, de... Hát, az nem kell. Nem rossz mód volt az se. Érdekes módon a nyárfát nem hozták át. Ja, hogy nem is kell. 19-ben volt nyárfa. Hát, nincs akkora jelentőség. He? Hoztam egy farönköt. Ja, itt van. Na, úgyhogy nekem a véleményem a térképről nagyjából ennyi. De se gajasztátok semmi. Várjátok, én beszélek megint magamnak, aztán mondom, miért nem halljátok. Na, már nem nyomtam a gombot. Na, szóval az a lényeg, hogy nekem itt a térképről csak pozitív véleményem van. És az, aki negatívan áll a térkép, az annak sajnálatos módon szerintem annyi is a fantáziája. Na, akkor nem neki való a játék. Nem biztos, csak... szerintem ez egy teljes mértékben jó alap. Tehát itt el tudok gondolni egy modern gazdaságot. Az is tökéletesen tudja játszani, aki szereti a retrót. Hát igen, mert az annyira nem... És illetve a keveréket is nyugodtan meg lehet csinálni. Annyira nem retró. Kedves Adolf! Mehet. Közd le, azt mehet. Hát még erre még fér. Nézd oda, ma mit csinált. Összetört az autóját. Meliket. Hát nézd meg. Menőzik, hogy így is tudja hágni a fát. Gajazok. Könnyebb gajazni. Nem már, ne vidd már el. Ezek gajazók. Hajrá. Tipikusan maga alatt vágja a fát. Nem ezt akarom megfogni a fát, hát... Áááán... Ti csak buksi. Utána ide lehet ültetni vissza a fát majd. Persze, ki kell tuskózni, és akkor vissza lehet ültetni, hogyne. Hogyne, ugyanúgy. Még hozok dama egyet. Van még oldalt is. Felraktam még egyet. Még van még itt is. Nálam most aprítom. Meg ugye az is szerintem egy jelzés értékű, nem? Hogy megkértem, hogy... Jössz egy kicsit közelebb, Dama. Igen. Ugye kértem azt, hogyha lehetséges, akkor engedjétek meg, hogy játszom ezt a térképet. És azt mondtátok, hogy nyugodtan.
Hát meg lett osztva mindenkié, érted? Hát most miért? Hát jó, csak na, ez így illetve. A felhasználás módja az már rajtatok múlik. Hát így van. Nem fogom tönkre tenni, hidd el. Vagyis remélem az lesz majd a látkép, meg kíváncsi leszek, hogy mit fogsz majd hozzá. Nem tudom megfogni. Nem, ezt így már viszem így ágas bogjastól. Hát már... Jó, akkor menjünk, nézzük meg, jó? Gyerünk, fussunk. Érdekes, szerinted én tombolán nyertem a lábomat? Nem futok én. Érdekes, ezzel jobban megy a gép. Viszont nézzétek, hogy remeg rajta. Hát igen, a fával még mindig vannak kis költségek. Költségek, gondok. Hát abban mindig is lesz. Na most ugye a kérdés, hogy... Nem jelenik meg a lerakás. Nem kell, ide ebbe a tiggerbe bele kell jönni, és akkor ide jössz a jelhez, R betűvel elbírod adni. Ja, hogy úgy kell levetetni, ja. Igen, aha, már le is adtam róla. Ezt nem értem, Babsi. Csak egy-két kerítést építesz. Akkor megvettem az üzemet, jó? Ja, arra érted, hogy nem teszem. Ugye most el lett adva, de nem tudom, lehet, hogy a tigramárnén pont alattam. Nem, lett benne 7636 liter, 110.000 literből. És csinálja a deszkát. Megvetted a területet? Persze. Ja, igen. Már csinálj is a deszkát. Várjatok, itt baj van, kerítés van. Oké. Okay. Picit de már ráfordítani egy kis időt, hogy, vagy forgatni egy kis időt, hogy nézzük meg magát a deszka, hogy jön ki. Hát persze, persze. Most itt üres a tározó, és itt ahogy nő a fűrészpor, úgy fog szépen előjönni a fűrészpor majd. Tehát nem úgy, mint a bizonyos mappon, hogy már ott volt. Tehát majd igen, már meg lehetett mászni a dombot. Igen. Hogy tudom kirakni? Sehogy. Oda mész, nyom meg az R betűt. Ha kiszállsz ott a felkiáltójelni, és már le is van. Akkor ez a tipikus átvételes rendszer. Igen. És akkor most már lett 16. Van egy deszkánk, ezzel már hátba tudlak csapni, Dex. Hát de az még kevés. Most próbáltátok ki mindent, és akkor ez lesz a mob, amit terveztél a napokban? Igen, ez lesz az alapanyaga. Az épületbe. Csak rendetlenkedni. Én asztalos vagyok, szerinted? Ja, jó van, bocsi már. Na, tehát hogyha megnézed, Dama, ott a fűrészpor, az ugye most a föld alatt van, mert ugye üres. És majd szépen, ahogy pergeted az időt, úgy fog majd nőni a kupac, ahogy nő a fűrészpor, vagy a faforgács. Ugye már az 5 jó. Liter van. Körbeálltuk, mint a tábortüzet. És akkor, ha valaki akarja, akkor berak egy szalagot, és akkor szalaggal ki lehet szedni, vagy pedig fogja és kanállal ki lehet szedegetni. Kanál. Kis kanál. Viszont mint nagyon lassan termel. Nem? Érdekes. Uh-huh. Jó, hát fűrészport minimálist fog adni, mert... Hát fűrészpor az úgy van, hogy három fából csinál négy deszkát, 0,15-et forgácsot. Úgyhogy forgács az nem sok lesz. Itt profik dolgoznak. De ez egy mod, amit beintegráltál, nem? Nem, ez a eredeti gyári. Ez a francia mapnak a feldolgozója. De hát maga a gyári akkor az itt a baj. Mit? Az itt a baj. Nem az, hanem a gyári játék az kicsit érdekes, mert ugye relatíve lassú. Tehát ott, ha megnézed a gyári értékeket, azok nagyjából mindennek úgy vannak beállítva, hogy... Kint van egy raklapdeszka. Nagyjából az úgy van beállítva, hogy most mondok egy egyszerű példát,
1 millió liter szilázsal te ott már csiliárdos vagy. Tehát míg a legtöbben meg 10 millió literrel nagyjából annyit élsz el vele, hogy egy két traktort meg tudsz nagyon venni. Szép a deszka. Nagyon szép gyerekek. Azt a mindenit. Igen. Igen, még nem is láttuk még. De még nincs, játszunk. Nincs, mert, hát nincs, mert ez most került be legutóbb. De ez még nincs kész, mert még csak 49 liter. Tehát ez még nem egy... Meg azért ez is, már kész van. Mert egyszer átugrott a számláló. Ezer literenként. Az a helyzet, ja. Hogy mivel átállítottuk a hónapot a 4 naposra, ezért úgy kell venni, hogy azt a 2400-at szétosztja 4 fele, úgyhogy egy napi ciklus az 600. Tehát minél nagyobb a hónapodnak a napszámai, az egy napra eső feldolgozás az annyival csökken. Ha 10 napos lenne, akkor 240 liter dolgozna fel egy nap. Aha. Ez csak ezért van, semmi másért. Értem. Ja. Na, akkor ez is megvan. Aha. De ez se kőbe vésett iparág ide, nem? Nem. Tehát ezt is bármikor ki lehet törölni, el lehet adni, és akkor lehet helyette mást lerakni. Tehát ez csak azért, mert ugye, hogy van benne az erdő, és ugye elméletileg az első időkben ott a vasút értékesítőnél lehetett a fát eladni. De ugye a fát nem kezelte meg a gyapotbálákat a Tigger, és akkor csináltam meg ezt a faeladó. Ez tökéletesen jó ide. Rész. Csak azért... Csak ugye én azt tartottam szem előtt, mikor a mappot építettem, hogy mászkálós legyen. Tehát mindenhez valamennyi utat meg kelljen tenni. Tehát ne minden egy helyen legyen, hanem azért bizonyos távolságokat meg kelljen tenni, hogy például a fát elhozzad mondjuk ide. És hát ugye innen meg a deszkát meg el kell vinned ugye a vasúti eladóhoz. Tehát ide mindenképpen rendszeresíteni kell egy targoncát, amivel a raklapos árut felpakolod a kocsira. Hát igen. Vagy egy autólódot. Kinek ja. Hogy van kedve. Nem, ezt csak azért kérdeztem, hogy ez mennyire mozgatható, magyarul nem a pályához tartozik, mert egyszerűen fogod, és tegyük fel, ugyanitt hagyod a fát, de keres valaki egy olyat, ami egy kicsivel gyorsabb, nagyobb, másabb kinézetű. Magyarul van lehetősége arról, hogy ismételten szabjon egy picit a térképen, úgy, hogy neki jó legyen. Hát bár. Mennyi raklap fér ki összesen? 2. 2 mindig? Aha. Igen, azért raktam félre. Mert már 2 megvolt, és a 2 fér vele ide a Tigger részébe. De van belső tárolási lehetőség is, nem? Igen, van. Hát sajnos ez nincs leaminálva, hogy ugye gyári mód, tehát ez úgy, ahogy volt a francia mapból lett kivéve, vagyis francia. Tehát az alap izé cuccok közt ott meg lehet találni, és akkor ez onnan lett beintegrálva. De nézzétek, az apró részletek, ha ide jöttök, akkor láthatjátok azt, ami a valóságban is gond nélkül előfordul. Nem az, hogy havazik, hanem a kő közül kinő egy kis gaz. Tehát apró szépségek, gyerekek, érted? Apró szépség. Ez véletlen maradt itt. Miért árultad el? Hát ez direkt, tehát... Cipzárt a szájára. De eskü, amúgy mondom, oda figyel az ilyen. Van egy pár helyen ilyen, úgy, hogy benne van. Az jó. De amúgy tényleg ez benne maradt, mikor töröltem, mert itt ugye ugyanolyan susnyás, bokros, füves rész volt. Lex, ugye... emlékszem, mikor a Davőze, tehát az Alex, az osztrákok és a németek megkapták a térképet? Mit csináltak? Újjongtak, gyerekek, újjongtak, hogy hát végre igen. Játszhatnak vele. És mit csinált? A szerveréről letörölte azt a térképmodot, amivel eddig játszottak, és ezt azonnal berakták. És azóta ezzel nyomják. Igen, hát ők már azért
közel 100 óra fölött vannak szerintem. Ezért is van benne a kezdőképernyőbe az LS Agrár Team AUT, tehát Ausztria. Igen. Dama, itt is itt van a fű, itt is itt van. Látod, itt is benne hagytam. Direkt. Azt jól tetted, így. Apró részletek, ezeket szeretem, az ilyet. Na, viszont... Jó, ez a textúra, ez viszont olyan, tehát ezt direkt raktam rá. Jó ez. De ide jó lenne majd a fatároló is, nem? De ma, amit nálunk van. Persze. Na, már viszont egy kicsit emelkedett a plac, egy kicsit magasabb. Ugye lehet látni, hogy növekszik azért most már. Igen, látszik. Van benne fakulgács, egy picivel följebb. Fél öt van. És... tényleg, hogy ne az legyen, hogy na, ez volt a térkép, akinek tetszik, töltse le, ne töltse le, azért ennél egy kicsivel többet érdemel. És én most ezt a pustatolkat leveszem, mert már elegem van Google-ba beszélni. Pillanat. Csak... Tettem be egy linket a módajálóba, ez a Real módot. Nem tudom, használtátok-e. Igen, használjuk, igen. A Dust módot is, a Real módot is. Meg van még egy másik. Most már legalább nem kell pustatolkoznom. Már az én ujjam is kiállt benne. Már egyszer a agyérgölcsöt kaptam, hogy mindig le kell. Na, figyelj, akkor itt kezdem azt, hogy akik nálam voltak itt, és rendszeresen itt vannak, és barátaimnak estéről estére egyéb ilyenekre, repülés, az is, nagyon jó. Hát, hallod, én itt kapom, messengeren, itt is, ott is, mutatok valamit. És ebből a szemszögből szerintem még nem láttátok a térképet. Jó, mutatok nektek valamit. Várjunk egy picit, hogy napfény legyen, repüljön az idő, és mutatok valamit. Na, a pályát, ugye ez egy pályabemutató adás. Ez a pálya fel fog kerülni nálunk is egy adássorozat részeként. Hogy mi és hogyan lesz az adásban, ezt majd az első adás alkalmával meglátjátok. Ha minden jól megy, ez az első ilyen adás hétfőn este lesz. Mégpedig egy alkotási bevezetéses történettel. Úgyhogy mindenki készítse magát, gyertek, mert segítségre lesz majd szükség, mégpedig kicsit az ötleteitekre, meg így fogadásképpen, hogy mit szeretnénk csinálni. Ez az én részemről így ennyi. Ami nagyon nagy pozitívum szerintem, már kettő olyan emberről tudok, aki játssz ezt az adás alatt elkezdte játszani a térképet. Ott hagyott csapott papot, és elkezdte játszani a térképet, ketten már vannak, akik hajlandók ezt meg is osztani. Szerintem azért többen lesznek, meg többen vannak. Nagyon örülök neki, hogy megkeresett ezzel János, hogy csináljunk egy ilyet, mert nekem volt már egy felvezetésem, hogy keresek hozzá a térképet, és ez tökéletesen beleillik abba a gondolatmenetbe, amit én ott felvázoltam, annó egy adás alkalmával. Nagyon kellemes a térkép. Vannak nehéz részek benne, de ez nem levon a térkép értékébe, hanem növeli. Nem ez a könnyen, hogy nem az, hogy minden olyan könnyű legyen rajta. Ugye az egyik ilyen, hogy ahogy Dex is mondta, ő úgy gondolta, hogy legyen benne némi távolság. Ez tökéletesen jó. Én is játszanék ezen a térképen, nekem is tetszik, csak gondolom nincsen konzolra. Viszont ha megnyomjátok a Q betűt, akkor el tudtok emelkedni a talajtól egy bizonyos magasságig, ameddig szeretnétek. Ha bekapcsoljátok az F12-nél a repülés módot, F12, fent van a generál az első ilyen keréknél, a flight mód és a fly state. Ja, 22-n? Vannak rajta bérmunkák, ugyanúgy. Na, így néz ki a térképetek felülről.
És most beállítottam a futást többszörösére. Ugye, amit látjátok, FPS védés érdekéből egy nagy felhőn vagyunk. Lapos föld hívők, jelentkezzetek. Itt van a lehetőség, hogy elmondjátok azt, hogy a föld lapos. Jó? Szóval, ez egyik olyan megoldás, ami azt segíti, hogy az FPS magas legyen. Ha megnézitek, az egész térképnek van egy nagyon-nagyon feelinge. Itt van például ez a vizes árkos kátyus út. Földútról beszélünk. Van domborzat. Amikor én játszom a térképet, amit játszunk közösen, akkor ott mondtátok páran, hogy túl sík. Itt nem sík. Ugye ezek a domboknál arra kell odafigyelni, hogy a túl nagy asztal nem biztos, hogy előny. Ugye a domborzat lekövetése érdekében. A térképben én azt látom, hogy játszható retro térképnek, játszható nagy térképnek, nagy térkép alatt azt értem, hogyha felépítesz rá egy gyáregységet, iparágakat, egyéb ilyesmit. Ugye lehet retróba játszani, lehet kisgépekkel játszani, lehet nagy gépekkel játszani. Nem kell elmenned zsúfolt utakra. Tehát már a földek a földeken vannak, a település meg a településen, mint ahogy normálisan tévik, és nem a város közepén van a föld. Vagy a föld közepén van a város, mint alaptérképeken látható. Megvan az, hogy valós. Egy valós helyet járhatsz be. Google térképen megkeresheted, sőt, kint van a Google térképes rész. Tehát minden alap olyan dolog benne van, ami kell. Ami kell, hát nézzétek meg. Tehát itt. Ennél nagyobb városrészt nem kell. Hisz itt van a város, gondolom arrébb lenne még a többi, ahol vezetnek az utak. Igen. És ennyi. Vagy azt is lehet mondani, hogyha régen a főutakon közlekedtetek, vagy közlekedett valaki. Most csúnyán fogalmazva, ez itt egy főút. És mit találkozol? Szántóföldön. Magyarország nagyon-nagyon sok helyen, nagyon sok ilyen hely van benne. Tehát erdőt... tanultunk megvezetni. Igen. Ugye az, hogy ahogy a hangok is változnak, hogy ha bemész az erdőbe, akkor szépen csicsereknek a madarak. Ha kijössz a vasútállomásra, akkor a vasútállomás az épületek között, vagy akkor a kutyaugatás. Ha bemész a bordélyházba, a bordélyház. Mert az is van. Fogalmazunk így. Tehát megvan benne minden. Szerintem ez egy nagyon-nagyon kényelmesen, jól, fantáziadúsan 5 napig. Természetesen kifejezetten 5 napig. Az 5x24. órába beleléptek, pontosabban a 6. első, akkor vége, törlődik a játék, csak szólok, jó? Figyeljetek, gyorsan játszatok. Nagyon gyorsan, de gyorsan kell, siessetek. Milyen hangok? Hápi, te nem voltál itt? Megmutatom, kiskorúak szemet becsukni. Felülről érkezünk. Adolf már itt is van. Figyelj. Most látom a vonatot így fölülnézetből. Igen, a pályaszélén kerülök meg, igen. Na, figyeljetek. Jó, hát most már ebben úgymond az FSH fiúk, amit csináltak vasúti sorompót, ez már minden irányból, tehát mind a két vágányra tudnák külön-külön szerelvényt is tenni. Tehát nem egy szerelvény járna, hanem kettő, de már én azt sokaltam. Így is a vonatot a 80 km per óra, már bocsánatom azt, hogy közben vágok. Csak ugye 80 km per órás a alaplapokon a vonat, és ugye azt én levettem. Erre jön nincs sikerni az ágyból, tudom már jó, hogy ez a csaj se lesz az, akire rárakom a fátyót, az ágyban nem ott. Na, okay, ott voltam be. Nem, csak ott voltam bent, és a zene miatt jöttem ki, nem hallottam, amit mondtál. Még egyszer kérlek. Ja, csak a vonatot, hogy ugye most, hogy az FSH srácoknak a szorompója, meg vonat működtető tiggere van a mapba, ugye, mert a 2K és 4K-ba a 19-es szorompónak a fénye az nem működött, és ugye az FSH mapból vettem ki a szorompót, és azt raktam be, és ugye ezen a sorompó tiggerrel már két vonatot is tudnák egymással szembe járatni.
Hát... Ugye... Még azért arra felhívnám a figyelmet, ugye szó volt a Kogla térképről. Én nagyon-nagyon ajánlom ezt a vasút melletti utcát megkeresni Kogla térképen. A város neve ugye Tápiószele, és ez a kapu, ez konkrétan ott van a Kogla térképen. Tehát így egy az egybe. Ha ebből a pozícióból álltok, akkor így meg fogjátok találni. Illetve még ahogy beszélgettünk erről, hogy mit lehetne. Tehát ez meg azt jelenti, hogy a térképnek van jövője. Lehet hova fejleszteni. Ugye ahogy fejlődik, ahogy... Csak vegyük sorba. Gondoljátok el, hogy oda a kis pocsolyák helyére, amint csak így átsuhansz, vagy éppenséggel, ha már hápiról van szó, akkor a kiskacsákat ott lehet lubickoltatni, vagy akár a disznóknak ivóvizet szedni. Tehát ha kikerül, fejlesztési lehetőség, van benne sár. Ha már beszélgettünk a vasútfejlesztésről, ha már ilyen, hogy két vonatot is lehet csinálni, mert ugye egymás mellett tud járni, akkor ez az is lehetővé teszi, hogy mint ahogy az alaptérkében tudod, hogy tudsz hívni egy vonatot és el tudod küldeni. Az benne van, csak a Tigger el van rejtve. Oké. Okay. Tehát ezt a vonatot is tudnád hívni, de mivel személykocsik vannak mögötte, akkor így nem... Oké, okay, de ez is egy lehetőség akár. Igen. Tehát van fejlesztési lehetősége, szóval nem az, hogy na, készült egy térkép és onnantól kezdve kihalt. Ebben rengeteg minden van még, amit lehet csinálni. És amint látjátok, nem önző a tervezője, aki csinálta. Bocs, de vagy alkotója, vagy nem tudom, mert az vagy. Tehát akárhogy is vesszük Ronon, ez... A művész. Művész. Ennyi. De, hát figyelj, én ezt maximum esetleg letölteni tudom. Többet nem tudok vele csinálni. De van benne bőven potenciál az egészbe. Én nem tudok... Itt az elején beszélgettünk, hogy hú, ilyen hiba, olyan hiba, amolyan hiba, és én úgy voltam vele, hogy itt rohadtul nem kell a hibákról beszélni, mert aki ezzel a hibákkal foglalkozik, az nem látja meg a szépségét. TS Map V4-ből nem tudjátok áthozni a sarat, hogy rendesen süllyedjen a gép. Fú, nem tudom, Babszi, ez nem biztos olyan egyszerűen működik. De a TS V4-ben az 19-es. A 19-es az a 22-ben nem működik. Hát 19 az a baj, hogy én is azt vettem észre, mert nekünk is van egy olyan mod, amit én nagyon-nagyon vadásztam, mert még nincsen. Ugye ez a szerelménybe köthető kamion, mint ahogy itt ez az Ural teherautó. Mm-hmm. És ugye nagyon sokat lehet látni Scaniákat, meg főleg emelneket itt a magyar közutakon. Akkor szerzek neked egyet, jó? Mert én tudom, hogy hol van. Tehát már van egy, át lett hozva 19-ből. Egy MI-en, de én azokra tucatjával vevő vagyok, mert ettől ki is akadnak a többiek. Én ezeket imádom, főleg amiket akkor az utakon lehet látni. Akkor majd hozok neked egyet, jó? Jó. Tehát lehet látni ezeket az utakon. Pótkocsival, alumínium felépítménnyel. Főleg itt mostanában Magyarországon azért előszeretettel vannak, külföldön lehet, hogy már kifutottak. Nem tudom. De én rengeteget vadásztam olyanból, és volt egy áthozott a... és... ott is működött a lámpa, meg valami egy-két dolog. És Bojtár zsivány kapcsolatán keresztül Bojtár elkészítette nekünk. Azóta már többször módosítottunk szegény gépen, de egyéb ilyesmi. Az, hogy ki hogyan csinálja Babci, az a baj ezzel, és most itt nem akarok sértő lenni senkire, mert hála Istennek én ezeket a részeket nem tudom, itt a fiúk beszélgettek ilyenekről, én nem ismerem, de nem az a jellemző, hogy összeülünk és akkor figyelj már, én ezt meg tudtam oldani, az neked is segítség lenne, tessék, itt van, hanem veszed le a kezedet, vagy szemedet, és akkor rácsap a kezére, hogy ez az enyém. Ezt saját magamnak csináltam, és senki másnak. Sajnos, igen. Kevés az összefogás. Holott, szerintem a magyar vidék, nagyon sok olyan magyar vidék van, ami megérné azt, hogy foglalkozzunk vele, le legyenek modellezve, és kint legyenek köztudatba, és játsszuk, mert ahogy elnézem a farming szimulátoros csoportokat, nagyon sokan játsszák a farming szimulátort. Igen, egyéb ilyen konzolokon.
tessék. Csak ugye ennek olyan hátulütője van, mint hogy engem is ért ugye, hogy ugye vannak multicégek, vannak cégek, amelyek nem engedik az adott területen a épületek lefényképezését. Tehát én személyesen beleütköztem ebbe, hogy nem tudtam körbefényképezni a céget, és akkor Google térképről, meg a napi emlékekből tudtam megcsinálni. Meg ugye hát ami textúrát találtam hozzá. Hát most, na. Tudod mit? Hát... Én erről meg csak azt mondom, és már nyomom a kontrollt, amikor beszélek. Mert hogy ez csak egy hülye játék, és akkor... Én az ilyen embernél tudod, hogy mit csinálnám? Kitennék egy rohadt táblát, hogy ez itt lenne, és oda tennék egy ipari területet, hogy eladó. Tehát... Mert érted, hogyha azt mondja, akkor lehet, hogy jobban nekiállok modellezni, nagyobb kedve. Nem az, hogy ezt se engedte meg, most mi a kínlódjak vele. Jó lesz ez így. Így is hasonlít rá, azt akkor kész. Érted? Tehát szerintem tökéletesen elég. Én így voltam vele most. Tehát, de meg ugye egyes cégeknek ez egy jó, nagyon jó reklám lenne. Hát igen. Csak észre kéne nekik venni benne a lehetőséget. Mert én pénzt nem kérek. Tehát most úgy mondva, én nem se pénz, se semmi, csak annyi, hogy egy-két fényképet hagy készítsek róla, érted, és akkor hogy azt használjam fel. Hogy... Én erre csak annyit tudok mondani, hogy Magyarországon egy ember tudta, hogy mi az az ingyen reklám, az pedig Klapka György, ő meg vadászott az ilyenre. Hidd el, hogyha az ő ékszerboltját kellene lemodellezni, az itt lehetne. Jó. Ja. Na, srácok, én viszont elköszönök. Jó? Dama és kedves barátok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és részt vettetek ebben a térképen. Én kívánok nektek további sok örömöt, hiszen ugye tudomásunkra jutott, hogy azért ezt folytatjátok tovább, majd valamilyen szinten, vagy te, Dama, egyedül, nem tudom még ezt, hogy tervezed majd, de ezt te tudod. Minden esetre én nagyon-nagyon szépen köszönök mindent, az egész mai napi együtt dolgozást, nagyon-nagyon-nagyon jól éreztem magam. Én úgyhogy is, további én is sok sikert kívánok. Én is nagyon szépen köszönöm az ötleteket, szia, Kozmó. A különböző felvetéseket, aztán egy következő verzióban ezeket azért megpróbálom beépíteni. Ha esetleg lesz verzió frissítés, azt akkor majd tudni azt fogtok róla, mert lesz osztás. Jó? Persze, jó. És még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített a map tesztelésében, hibák javításában, stb. Mind barátoknak, mind internetes ismerősöknek, vagy netes barátaimnak, úgyhogy az osztrákoknak, a németeknek, mindenkinek, akik ebben részt vettek, mert az ő érdemük is, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Hát én, mint laikus játékos, tehát laikus szemmel, mint játékos oldalról tudtam megközelíteni, tesztelni ezt a térképet. Nem azt mondom, hogy profi német nyelvtudással, de próbáltam továbbvinni más országból ezt a játékot, és hát úgy látszik, hogy sikerrel. Jelen pillanatban ilyen, szerintem elég jól játszható, aztán mindenkinek jó játékot, és sikeres gazdálkodást kívánok a naphoz. Na, további szép estét kívánok nektek, szia, én János. Is köszönök, jó? Sziasztok! Hello! Hello. Hát nekünk meg külön öröm volt, hogy itt voltál velünk, és ezeket mind személyesen mesélted el, meg mutattad be, mert azért ez első kézből, meg olyan történeteket megtudni, mint például, hogy ez a kuka azért van ott, mert főnök összetaposta, vagy itt vannak ezek a kis megszólaló rádiók, ezek a magától elinduló zenék, meg hogy miért csináltál, hisz az látszik, hogy ez tényleg nagy odafigyeléssel készült, és ezt már többször mondtam, és ezt szerintem nem lehet elégszer mondani. Úgyhogy nekünk volt a megtiszteltetés, hogy mi is részese lehettünk, meg lehetünk innentől kezdve, mert ugye, hogy János mondta, hogy nem tudja, hogy mi a tervem, nem egyedül szeretném, én szeretek így játszani, ahogy. Remélem azt, amit szeretnénk majd ezen a térképen játszani, azt nagy örömmel fogják fogadni.
illetve remélem neked is tetszeni fog majd, hogyha betekintesz az, hogy mit művelünk és hogyan művelünk a Földön. Úgyhogy remélem azt tetszeni időközben, fog. Időközben be fogok tekinteni, ahogy időm engedi. Úgyhogy csak még csinálnom kellett Twitch-es akkutot, mert még oda nincsen, de nem megoldhatatlan. Hát az nem, az, a hála Istennek, hogyha ennyi a probléma, ezen gond nélkül tudunk bármikor segíteni. Na hát persze, nem meg tudom oldani, trovóra se volt, azt meg. Illetve én azért mondani fogom majd, hogy főleg amikor ezt a térképet fogunk játszani, hogy keressünk olyan emberkéket, akik bármilyen szinten foglalkoznak akár animációkészítéssel, modfejlesztéssel, vagy bármi mással, és akkor megpróbálunk neked segítséget nyújtani rajtuk keresztül. Mert sajnálatos módon én hülye vagyok ehhez, mint a tök. De... Hát, majd beletanulsz. Így van, egy részéhez én is. Úgyhogy. De az nagyon nagy volt, amikor én pont elkezdtem mesélni ezeket a dolgokat, beültünk, hogy mit szeretnék. Itt már mondtam a többieknek is adásba is, és akkor bejöttem, és akkor így az volt, hogy na, ez az, amit ahhoz keresek. Úgyhogy... Én ennek szívből örülök, és használjátok egészséggel. Jó játékot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy én is, hogy itt lehettem, és hogy a mapot segítetek terjeszteni. Úgyhogy... Hát szórjuk mindig az igét. Így van. Köszi szépen még egyszer, srácok. Jó pihenést majd. Jó egészséget kívánok nektek hozzá. Hello, hello. Hello, szia, neked is. Hello, sziasztok, ciao. Hello, hello. Na, hölgyek, urak. Még van nagyjából 10 perc, úgyhogy köszönőre veszem én is. Remélem élveztétek a mai napot. Igen, nem a megszokott látvány van, hogy annyi pénzünk van, amennyi, meg össze-vissza így vásárolgatunk, meg egyéb ilyesmi, de most nem az volt a lényeg, hogy a játékot játsszuk, hanem az, hogy a mappot megismerjük, illetve egy olyan folyamatot csináljunk, amit sok ember kell, és most ennek alkalmával, hála Istennek, nagyon-nagyon sok jó ember keveredött össze egy helyre. Én ennek meg kifejezetten örülök, hogy ez a jó hely, ez az egy csatorna lehetett. Jövünk majd vissza 7 órától, fogjuk folytatni a nagy térképünket, illetve majd a szervert át fogjuk majd vinni, mert nem én, mert ahhoz is egy kicsit hülye vagyok, kapok majd hozzá segítséget, fogjuk használni ezt a szervert. Lesz, amit szerverről fogunk, az a nagy térkép, mert annak kell a szerver erőforrás. Hála Istennek ez a térkép, ez FPS barát, úgyhogy ez valószínűleg, hogy ne legyen összeakadás, ez majd az én gépemről fog futni, a nagyot meg áttesszük erre a szerverre, és meg fog majd maradni. Természetesen a kódok át lesznek majd írva, illetve a szerver csak akkor fog majd üzemelni, amikor én itt vagyok, mert hogy megtudtam, hogy ezt is lehet csinálni, hogy leállítom és újraindítom szoftveresen. Úgyhogy az csak olyankor fog majd menni. Ez már most nem tudom, hogy mikor fog átmenni, mert oda át kell vinni minden modot, egyéb ilyesmit. Jó? Úgyhogy ez az egyik. A másik, meg egy kis felhívás. Tudom azt, hogy sokan szeretitek a retro gépeket. És ha van olyanotok, jó, tudom, Zsivány, tudom. Szóval tudom azt, hogy sokótok szeretik a retro gépeket. Nem tudom, hogy melyik korszakot szeretitek, melyik nemzetnek a vonalát szeretitek, stb. Készüljetek, mert szükségem lesz majd rátok segítségnek, mert egyedül ez nem olyan egyszerű. Úgyhogy, de ezt majd látni fogjátok, hogy miért. Ha van ilyen, akkor DC-n keressetek meg. Modajánlóba jöhetnek azok a retro gépek, amelyeket szeretitek használni. Legyen az traktor, aratógép, bálaszedő. Nem tudom, hogy fogom megoldani a bálaszedést. Egyéb ilyesmi.
Csak egy gyakori növények vannak a térképen, igen, igen zsivány. A normál növénykultúra van benne. De nem is kell szerintem, mert még ez is sok. Tehát relatíve Magyarországon micsoda napraforgó, kukorica, búza, azért az itthoni növények megtalálhatóak. Nem tudom, hogy kell-e még bele több. Most voltam nyáron kiállításon, pont ilyen gépek voltak kiállítva. Jó, úgyhogy nekem van egy gondolatmenetem ezzel, ezt szeretném majd, a többiekkel már beszéltem róla, majd nektek is tálalom, kíváncsi leszek, hogy mit fogtok szólni hozzá. Jó. Többet azért nem akarok róla mondani, mert még ilyen félkész állapotban van is kész. Rotációs kapás, kis kocsi. Aj, majd megtudjátok. De lehet, hogy az is lesz. Nem tudom. Bankert. Nézzétek, mutatom. Láttam egyet, hogy az itt az épületnél. Itt, nézzétek. Itt a háztáj. Látod? Itt a háztáj. Igen. Cukorrépa meg krumpli. Nagyon kemény. Ezek az apró finomságok. Tehát itt például a Gyuri család lakik. Egy, rohadt hangos a kutyájuk. Kettő, meg nincsen veteményesük. Tehát ott biztos, hogy Gyuri család lakik. Régi épület. Tipik vidék. Érted? Egy az egyben. Tessék. Itt van a kukorica, növekszik benne. Itt a burgonya. Na van itt minden. Nagyon kemény. Cukorrépa. Na, jó van. Most már kezdek fáradni. Úgyhogy várok mindenkit nagyon nagy szeretettel 7 órától. Nagy térkép folytatása. Pihenek egy kicsit, abban is lesz majd damatermékes tomboló, hogyha gondoljátok, ugyanúgy, ami az előzőben, ez a nyakpánt keresi boldog vagy boldogtalan tulajdonosát. Úgyhogy én örültem, köszöntem, és akkor 7 órától találkozunk. Jó, sziasztok! Addig is sziasztok! Pihenjen, mindenki pihenjen! Jaj, mert jön a munka! Így van.